Hatvani Lajos. Szemelvények Livius Tullius Atvani Loisinak. A világhírű és halhatatlan kritikus és esztétikus és kommentátornak, a költészet és irodalom pártfogójának, a művészetek és minden művészek örökös urának és kényes megvédőjének, Ausztria, Lodoméria, Bukovina fejedelmének és római császárnak levelezéséből, amelyet bizonyos Hadi Bandi nevű ókori elfelejtett poétával folytatott. Bevezetés. Filius Nullius Hadi Bandi költészetét abban az időben, amikor ez a levelezés folyamatban volt közöttünk, még nem értették. Én sem értettem, ő se. De hangsúlyoznom kell, hogy szerénységem már abban az időben tudta, hogy ezeket a verseket valamikor meg fogják érteni. És ezt ma is nagyon jól tudom én. Abban az időben nagyon rossz verseknek tartották a verseit a szakértők. Én is, mert én már akkor is szakértő voltam. Nagyon távol vagyunk még ma is attól, hogy ezeket a verseket igazán érteni és élvezni tudjuk. Én azonban, mint az irodalomtörténet szakértője, azonnal átláttam, hogy ez azért van, mert mi kortársak vagyunk. És a kortársak nem szokták méltányolni a nagy költőt, miután aztat, ahogy az irodalom történetből tudjuk, csak az utókor szokta méltányolni. Tehát abból, hogy én nem méltányolom Hadi Bandi verseit, és nem tetszenek nekem, világosan láttam, hogy akkora költővel állok szemben, akit csak sok ezer év múlva fognak megérteni. Amikor levelezésünket közzé adom, tisztában vagyok célommal. Számításom szerint, amelyet Schöpflinus Maximus Fenyő, valamint Julius Ravas irodalom matematikus urakkal hiába tagadják, ellenőriztettem, Hadi Bandit 12.523 év, 4 hónap és 5 nap múlva csütörtök délután fogják kellőképpen méltányolni és megérteni. Ma még szó sem lehet erről. Legyünk őszinték, hol vagyunk mi még attól, hogy őt megértsük, vagy méltányoljuk mi, méltatlan kortársak? Ugyan kérem, ez nevetség. Hogy jövünk mi ahhoz? Ez a jövő dolga. Ez nem az én dolgom, aki őszintén szólva annyira nem értem még kellőképpen, hogy ez igazán meglepő. Na ja, mert nem élek 12.000 év múlva. Mi? He? Ugye milyen egyszerű? Egy Kolumbusz tojás. Ezt jól kitaláltam. 1. Atvani Loisi levele Hadi Bandihoz. Uram, tegnap olvastam egy versét. Nagyon-nagyon-nagyon nem tetszett. Ma reggel, miután az ön versétől még mindig émelgett a gyomrom, kimentem sétálni a Danubius partra, és megálltam Alexandrinus Petőfi szobránál. Mint az irodalom történet pártfogóján, kerül eszembe jutott, hogy a nagy Alexanderről, akinek olyan gyönyörű versei vannak, azt írta egy kortárs, hogy milyen bocak versei vannak. Nevetséges, hogy egy kortárs ilyen ostoba legyen. Azonnal leültem, és még egyszer elolvastam az ön versét. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Uram, hiszen én egy Petőfi. És én az ön kortársa vagyok. Hé, de érdekes, én egy új Petőfi kortársa vagyok. Milyen érdekes érzés ez nekem, hogy szemtől szembe kortársaloghatok, ha akarok, egy akkora költővel, akiről úgy fognak beszélni 100 év múlva, mint ma Petőfiről. Esetleg, ha egy kis szerencsém van, miért ne lenne, csak akarni kell, még nagyobb elismeréssel. Júj, egészen izgatott lettem, hát ilyen fiú vagyok én. Kérem, látogasson meg azonnal, szerint fellegváromban. A dómterem egy kényelmes kis platina zugocskájában várom önt. A villamos pénz Lajhár Muki választófejedelem, legkedvesebb inasom, futárfülkében viszi önnek. Rajongó híve, Atvani Loisi. Második rész. Hadi Bandi levele Atvani Loisihoz. Felség! Nagy jó társam a seholba. Viaskodó olvasások senkiségében robbant belém levél döbbenete. Olvastam, elolvasva elbúsult Isten harag lagymat át, nem igaz magamon kicsit, nem mindig. Ám bár, ámbárok, sőt ámbázók régi mikéntjén bizonykodván keserves fohásszal sok dek csak ugyankodtak a miértben, hogyanok hováznak sem errébe. Már ez így van mifelénk.
Most még megvárom, míg Borbély ember lekaparja züllött bús magam képét. Aztán komód cipőt veszek, és sietek hozzád, kiben hogy nem, poétás akarások, széri szerűségét vakkantom, tilos erdők kanya. A futár még nem jött meg villamos izével. Ó, bekár! Bekár nagy duzzadásunkért! Megvárom, aztán rohanok. Hadi bandid. Harmadik rész. Ottvani Lojzi levele Hadi bandihoz. Drága Bahandim! Honoluluban ért utol leveled, ahol éppen átszálltam London felé. Annyi bien bajom van, mindenféle bosszúság, keserűség, mizériák, most megint leszakadt két gomba hermelin smokingomról. Egész délután a sezlonyon hevertem, lelógatva egyik lábam, és arra gyönyörű sorodra gondoltam, hogy mégis sokszor néha. Mennyire igaz? El is magyaráztam ezt a sort Strindbergnek és Vilmos császárnak, akikkel együtt feketéztünk délután, de ők még nem értenek téged. A villamos pénz azóta biztosan megérkezett. Várlak, rajonglak alássan, pá, pá, pá. A te duzzogó kis Lojzikád. Negyedik rész. Hadibandi levele Ottvani Lojzihoz. Lojzim, a landban és életességben, dögrováson vagyok, csak annyit tudok és akarok még írni, hogy nagy kisgyermeke vagy önmagad óriásságának. Hogy halad a regényed, a színdarabod és az a kis hőskölteményed, amiben belefogtál? Bús apropóságok kis üldözöttjeként megkérdem. Igaz, csak Vilmos császár ült eszembe, valahol elkallódhatott az a villamos pénz. Mihelyt itt lesz, vágtán vágtatok. H.B. Ötödik rész. Ugyanaz ugyanahhoz. Haj, kurucságom, Lojzia! Mindenes bánkódások villaményeiben, villámos hegykeségem bánkódásán nyöszörgök, mint a holdkóros. Maud csodapok, mondd meg nekem villám gyorsan. Lamos kezembe pénz mi van? Várlak, sietek hozzád, egyszerre Hadi bandid. Ottvani Lajos. Szemelvények Livius Tullius Ottvani Lojzinak levelezéséből. Hatodik rész. Ottvani levele HB-hez. Kedves izé úr! Külügyminisztérium értesít, hogy a 8 év előtt továbbított villamos pénz adminisztratív tévedés következtében visszakerült a feladóhoz. Most már meg is tartjuk, miután minden anyagi eszközt fel kell használni, hogy a 2000 év múlva felállítandó szoborhoz meglegyen az alaptőke. Ne haragudj, kedves szerkesztő úr, de ez a szobor fontosabb nálad és nálam, a mi mulandó kis személyünknél. Ez a szobor ugyanis engem fog ábrázolni, az egyetlent, aki téged megérte. Kell, hogy egy ilyen szobor hirdesse a jövőben, hogy volt egy ember, és hogy ki volt ez az ember, aki tudta, hogy volt egy ember, akiről különben senki se tudta volna, hogy ki volt. Te ezt nem érted, mert te egy maradi lélek vagy. De én megyek a holnap felé. Isten veled. Ottvani Lojzi.